és én bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Olvassuk a második. Timóteus levél első fejezet 12. versének a második részében, Pálapostól legutolsó levele csodálatos önvallomásában, hogy ő bizonyos ebben, ezt nem hiszi, ez bizonyos hogy ő, Jézus Krisztus, az ő megváltója, a pálnak nála letett kincsét meg tudja őrizni a manapra. Mi ez a kincs? Ez a kincs az, amiről tegnap beszéltünk, amiért Mózes fohászkodott csodálatos 90. Zsoltárának végén, hogy a mi kezünk munkáját Ted állandóvá, a kezünk munkáját Ted maradandóvá nékünk hogy az életet úgy éljük, hogy első helyen a jellemképzés álljon. Az emberi életnek sok célja lehet, hogy egészségesen éljünk, hogy kényelemben éljünk, hogy jólétben éljünk. Nem vitatom ezeket a célokat, emberhez méltó célok ezek is, csak hát rangsort kellene állítani. És nem az lenne a rangsor leges legelején, hogy én jó emberré váljak, a tegnapihoz képest jobb emberré váljak, hogy lássa a környezetem rajtam, hogy én fejlődőké kész ember vagyok, hogy tegnap talán még indulatos voltam, tegnap talán még visszavágtam, de ma már levontam ebből a következtetéseket, és már talán nyugodtabb ember vagyok, Persze ez a tegnap, meg ma jelképesen mondom, valamikor évek, évtizedek telnek el, hiszen Jákob is több mint húsz év alatt lett ügyeskedő, csaló emberből, Isten harcosa, Jákobból, Izrael, vagy Mózes is 40 év alatt lett dühös emberből, olyan valaki, olyan szelíd ember, mint akit nem hordott a föld a hátán, olvassuk Mózes negyedik könyve, 12. fejezetében. Tehát tudom jól, hogy jellemet nem lehet máról hónapra növeszteni, de mégis éppen ezért is kellene tudatosítanunk azt, hogy első helyre a jellemképzést állítsuk. Tehát ne azon legyünk kétségbe esve, hogy nincs sok pénzünk, vagy éppen most betegek lettünk, hanem akkor essünk a szó jó értelmében kétségbe, amikor megint kijön belőlünk valami indulat, vagy valami sértődés ott lappang a lelkünkben, vagy valami irigység kér fel a szívünk mélyén, tehát a jellem képződés, hogy más ember legyek, hogy kavics vagyok, kalács legyek, ad meg uram, amen, hogy ez Tolstói gyönyörűen kifejezés a háború és béke Platon Karatájevé imádságában, vagyis a jellemnek a fejlődése, hogy én bizonyos lehessek abban, hogy amiért éltem, hogy Isten kegyelmét jóra használtam fel, és Isten kegyelm által vagyok, aki vagyok, és az ő bennem levő kegyelme nem lett hiába való. Az Isteni kegyelemmel én nem visszaéltem, hanem, hanem elkezdtem ezen gondolkodni, hogy ki az Isten, hogy, hogy ilyen jóságos, ilyen szeretetes, ennyit megbocsát nekem, az életét adtam, én életem, és akkor a jól elfogadott kegyelem, Engem más emberré tesz, más emberré leszek, és az ember maga is érzi, ez nem öndicséret, de hát érzem azt, hogy tíz éve még erre arra, amara kijöttem a sodromból, vagy öt éve még visszaválaszoltam, és most már nem. Most már tudom a szeretetet adni, és tudom a szeretet hiányával, a szeretetet kezdeményezni mások iránt. Én bizonyos vagyok abban, hogy ő Jézus Krisztus, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem, az én nála letett kincsemet, mert ez a legnagyobb kincsem, az önmagam fölötti győzelmek sorozata. Hogy más emberré váltam, hogy már nem úgy kell, hogy számon tartsanak, hogy évekkel ezelőtt. Igen, ha az emberi világ ezt számon tartaná, nagyon szép és nagyon boldog lenne, ha az emberi világ nem csak azt tartaná számon, hogy az emberek mi rosszat tesznek, hanem a tegnaphoz képest ma meg holnap vélhetőleg mi jót tesznek és fognak tenni, hogyha bízunk abban, hogy van valaki, aki bennünket Kegyelme által, gondviselése által, a lélek munkája által más emberét tud formálni, aki alkalmas az örökké valóságra. A mai nap is ezt tartsad a szemed előtt.